Halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon, innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosba, nem rossz zöldet magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára, aki még újjanak ajánlom, hogy olvassa el a videók alatti leírást, nagyon sok hasznos információt fog találni benne. Többek közt azt is, hogy kezdőknek, kriptora, befektetőknek, Bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió, Hungary. És akkor nézzük is. Jaj, mai napi első hír, mert itt karások voltak, mert ahogy lehet itt támogatás, meg ilyesmi, ezt is majd itt le fogják cserélni, mondtam a kriptodán, mert hogy ők csináltak nekem még tavaly nyáron Patreont, meg ilyesmit, meg PayPal osztalat, és akkor küldözgették át onnan a pénzeket. Csak aztán mindig szenvedni kellett minden hónap bárt küldözgetni. Jó, hát nem nagy, egy 10.000 forint, vagy 15.000 forint, ilyesmi. Amit páran küldtek, de hát abból meg mindig folyamatosan vettem a kadénát, az adomány alapját, eleinte ugye bár bitcoint, aztán amikor bejött a kadéna, azt, utána már azt. Most mennyi vagy 120 benne, valahogy így, ja. És akkor, ami a lényeg, hogy lecserélt és le fogják majd cserélni, és akkor a PayPal-on csináltam egy új történetet, amit úgy lehet megtalálni, tehát ide, aki akar továbbra is akar támogatni, a 100 forinttal vagy valami havonta, akkor azt úgy tudja, hogy a kriptodán mindjárt innen is el lehet oda jutni, hogyha ide jövök a közösségbe, akkor itt vagy támogasd, PayPal-on most már lecserélte Peti, és akkor végig is ez a paypal.com per PayPal per Bitcoin hírek, nagy B-vel, nagy H-val, ez lett, itt lehet akkor az adományokat küldözgetni, ezt megcsináltam külön ennek, és akkor nekik már nem kell úgy keresztbe kasnai utalgatni mindig meg, stb. Na jó, úgyhogy alap kis vezető, jaj, de majd erről, hát majd egyszer valamikor csak legyen arra időm, ugye bár én nem ebből akarok megélni az adományokból, meg ilyesmi, vagy támogatásokból, de majd kis videót akarok csinálni, akkor összegyűjtök kis apróságokat, mint hogy meg hát a Brave böngésző, ugyebár alapból itt a legegyszerűbb. Töltsétek le a Brave böngészőt, de ezt meg akarok csinálni, megint ehhez kéne egy videó, mert nagy átfogó videó, hogy hogy kell mindent is csinálni a Brave-vel kapcsolatban, hogy be tudja állítani az ember. Olyat még nem találtam magyarul, ahogy nézegettem az utóbbi időben, úgyhogy erre is akarok. De amúgy meg ugyebár ez a legegyszerűbb. YouTube, itt azért mindjárt nyomok egy saját csatornát. És akkor feljön ide az ember, csak a csatornára, és a akkor jól, ne beszéljek. Jó, te és akkor itt van ez a háromszög Brave Rewards, ezt itt lehet egyszer küldeni, vagy akármi, vagy havonta egy BAT tokent, vagy ilyesmi, 100 forintot, tö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 t
egyelőre. Azt mondja, hogy haladjunk is tovább. Világgazdasági és kripto hírek, mi minden jött ma. Pok, pok, pok. Euronews-on azt mondja, hogy... Elvesztette abszolút többségét Emmanuel Macron francia elnök pártja és centrista együtt koalíciója a törvényhozási választások második fordulójában. Úgyhogy nincs már nagy többsége Macronnak. Tovább az orosz csapat, ja nem is, NATO főtitkár, akár évekig is elhúzódhat az ukrajnai háború, sajnos. Tovább, Oroszországot elszámoltathatóvá kell tenni. Jaj, ezt miért nem másodperc, 28-tól jön itt a lényeg. Kodásra jut. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy több millió tonna búza maradjon elzárva Ukrajnában, miközben a világ többi részén az emberek éheznek. Ez igazi háborús bűncselekmény. Nem tudom elképzelni, hogy ez az állapot sokáig fenntartható legyen. Ámen, hát úgy legyen. És akkor, ezt leadom teliben, mert ebben nagyon sok nagyon fontos dolog, amiken mind átmegyünk mindenhol az egész világon, nem csak az írekre vonatkozik, itt mindent elmondanak kb., hogy mennyire szar van a gazdaság az egészről. Az elszabaduló árak miatt tüntettek Írországban. Írország lett Európa egyik legdrágább országa az elmúlt évtizedekben. Az üzemanyag és élelmiszerárak, illetve a bérleti díjak emelkedése miatt sokan egyszerűen nem képesek megélni jövedelmükből. Szombaton Dublinban vonultak utcára az emberek, köztük sok nyugdíjas, hogy kifejezzék elégedetlenségüket. Valahogyan pótolnunk kell azt a pénzt, amit a kormány lopott el a nyugdíjunkból. Ugyebár mindenkit kötelező jelleggel betolnak a kaszinóba, mert a bankban nem adnak kamatot, 0% kamatot, 1% kamatot nem adnak az embernek a pénzére, hogy ne ott akarja tartani, hanem akkor tolja be a kaszinójukba, a Wall Streetbe tolja be minden pénzét. Erre kényszerítik minden embert, öregeket mindenkinek, a nyugdíját, nyugdíjalapok mindenki ott, és akkor utána meg itt szakítják meg minden, meg eljátszák, meg infláció, meg végtelen pénznyomtatás, meg dózerekkel küldjük bele a 27 millió dollárt naponta a gazdaságba, hogy elértéktelenítsünk mindent. Úgyhogy jaj, sajnos ez megy.
Az államnak segítenie kellene az időseket, ehelyett visszaél a helyzetükkel, mondja ez a férfi. Minden szakmát érint a megélhetési költségek emelkedése, az egészségügyből is sok ápoló távozik. Nehéz megtartani az ápolókat és szülésznőket, különösen a nagyvárosokban, ahol a bérleti díjak a bérek több mint felét teszik ki. Óriási problémát jelent az EU-n kívüli országokból származó ápolók toborzása is. A kapott pénz több mint 50%-át fizetik ki lakásbérlésre és közlekedésre, mert nincs szállás a munkahelyük közelében, mondja az érdekvédelmi szervezet vezetője. Még a kormánynak dolgozó közalkalmazottak is nehezen boldogulnak a költségek emelkedése miatt. Sok alacsonyabb fizetési csoportra tartozó tagunknak már a lakbér is komoly probléma. A fiatal munkavállalók vagy nem engedhetik meg maguknak a bérleti díjat, vagy nem tudnak megtakarítani a saját ingatlanra, teszi hozzá egy közszolgálati érdekvédő. Az országos tüntetés szervezői szerint a kormánynak újra kell terveznie a költségvetést ahhoz, hogy megállítsa a helyzet súlyosbodását. Az emberek több ezer fontnyi bevételtől estek el, rekordon a hajléktalanok száma, sokaknak választaniuk kell a fűtés és az étkezés között. Sürgősen kezelnünk kell a bérleti díjak és az energiaköltségek ügyét, és biztosítani, hogy a bérnövekedés kövesse az inflációt, mondja a tüntetés egyik szervezője. Egyre több ember válik egyre dühösebbé a megélhetési költségek emelkedése és a rendelkezésükre álló jövedelem csökkenése miatt. A jelek szerint a tiltakozások a tél beköszöntével is folytatódni fognak, ha csak az ír kormány nem talál gyors megoldást a kialakult helyzetre. Hát az jó lenne, csak nem valószínű. Nagyon, hát átállnak bitcoinra, akkor utána nem lehet tovább elrontani semminek az értékét. Oké, haladjunk tovább, CNBC-n mi minden volt, egyszer azt mondják, hogy technológiai, hát talentumok, akik értenek a technológiai dolgokhoz, még mindig az igény, még mindig nagy a munkaerőpiacon az irányukba, viszont a túlárazott fizetések azok lehet, hogy el fognak majd tűnni, azok majd vissza fognak csökkenni valamennyire, hát meglátjuk. És akkor másik, a négy napos munkahét, négy napos munkahetet tesztelgetik jobbra-balra, minden felé mondják, hogy ilyen 25-30 százalék, ja, hogy a egyik cég, a Lux mondja, hogy a nyereségük 30%-kal nőtt, a termelékenység 24%-kal nőtt, és írják, és nem az a lényeg, hogy hány órát tesz bele az ember, hány órát dolgozik számokba az ember, hanem hogy a kimenet, hogy a határidőre meglegyen minden, ami kell, kb. Ez a lényege. És a végén mondják, hogy ezt nem is tudtam, hogy 1922-ben kezdett el a Ford kísérletezni azzal, hogy lecsökkentse a 6 napos munkahetet 5 naposra. Aztán 1926-tól már ez lett a standard. Úgyhogy ez nem gyenge, hogy ilyen volt még régen, hogy még 6 napos munkahét, azt nem is tudtam. És akkor itt mondják, hogy igen, hogy és már nem az adók lesznek, a nagy versenyhelyzetet nem azok fogják teremteni az országok közt, hanem az életnek a minősége. Már nem az, hogy melyik országban itt, hogy mennyit keres az ember, hanem hol lesz majd csak, hogy kell csak 4 napot dolgozni, meg ilyenek. Úgyhogy megyünk ebbe az irányba. Jó, tovább azt mondja, hogy igen, Németország bekapcsolja a szénerőműveit megint, pedig hát ugye már pont azokat nem kellene, csak hát ugye már, hogy itt az oroszok Putyin nem akar gázt adni, akkor mennek vissza a szénbe, ami a mindennél a legrosszabb, attól lesz a legkomolyabb felmelegítés. Hát az magától széndioxid, úgyhogy abból jön leginkább, jó? Haladjunk tovább. A elektromos autók nagyon mennek, a GM, a Ford és a Tesla, és igen, ezt a kihívást próbálják, a töltőállomásokat próbálják fejleszteni. És akkor 20-szorosára akarják növelni, az USA-nak 20-szorosára kell növelni a töltőállomásokat, és a többi, úgyhogy ruházgatnak be mindenfelé. Ugye bármikor egy hónapja mutatta Béla is itt videóban, hogy 8 Tesla ott állt a töltőállomás előtt sorba, hogy tudjanak már tankolni, az egyik még írta is ott viccből, hogy most nem bánnám, hogyha benzines kocsim lenne, megtankolnék 5 perc alatt, azt mennék tovább, nem kiállni, ezt a sort még feltöltik. Úgyhogy ezek vannak még itt a háttérben, de hát ezzel úgyis haladnak majd. Jó, és akkor a Volvo meg már a kamionokba, a nagy szállítmányozó eszközökbe, kamionokba tesztelgeti a hidrogén energiacellákat.
És akkor az is, ugyebár nem kell akkora aksi, mert nem is tudom, hát ebben fú, mekkora aksi kéne egy kamionba, hogy annyi tonnát elvigyem, meg annyi áram legyen benne, hát a fele kamionnak kb. Aksinak kéne lennie, nem tudom, csak úgy tippelek valamit, nem tudom annyit áramot szállítani, úgyhogy hát a hidrogénnel ezeket jobban meg lehet oldani. Jó, haladjunk tovább. Aha, az ingatlan piac, hogy ugyebár szakadozik, kezd kiplafonosodni, hát már ki is plafonosodott, már hónapokkal ezelőtt. Nagyon úgy tűnik, de ez nem olyan, mint a múltkor, mint amikor összeomlott 2007-ben az egész ingatlan piac, meg világválságot csináltak ugyebár a bankárok, meg vagy hagytak öt lakáshitelt felvenni egy lakásra, hogy szebbek legyenek a számaik, utána meg hát az persze, amikor a végén borul a dominó, az visszafizethetetlen, egy lakásból hogy lehet visszafizetni ötnek a hitelét, az árát. Úgyhogy 2007 utána ugye egyértelmű ezért csinálta Satoshi Nakamoto, ezért hozta létre a Bitcoint 2008-ban, hogy ilyen szemétládaságot ne tudjanak már csinálni, utána azt is a néppel fizettették meg, svájci frank hitel meg ilyenek, de mondják, hogy azért közelében nem vagyunk annak most, mert 2007-ben itt a változó kamatozású hitelek, amire ugyebár nincs az, hogy én és nekem is ami hitelem van, az 10 évre fixre lekötöttem, hogy 10 éven belül kriptóból úgyis kifizettem minden hitelemet. De ami változó, ugyebár az holnapra megemelhetik a duplájára, vagy valami mondra, persze ekkorát azért nem fognak, hát már mondjuk svájci franknál mit csináltak, na mindegy. Ugye a változó kamatokkal vigyázni kell, viszont már nincs akkor a krízis, már ugyebár rengeteg szabályozást hoztak, hogy ne tudják már itt tönkretenni az egész világot, még egyszer az bankárok. Úgyhogy azt mondja, hogy 2007-ben olyan 10 millió körül volt a változó kamatozású hitelek, nek a száma most meg már 2022, most csak olyan 1-2 millió körül van. Úgyhogy nincs akkora gáz, még hogyha elkezdene borulni az egész, akkor most már azért nincs akkora probléma, mint, hogy hívják, igen, 5 évvel, vagy 5 évvel már, 15 évvel ezelőtt volt. Hú, már 15 éve volt azt az eget, amikor beindult a nagy ingatlan válság. Tovább az angliai központi bank tovább emelte a kamatlábat 0,25%-kal, és akkor tovább esik az angol fontnak az értéke. Na, én Janet Yellen mondja az USA kincstárától, hogy a válság az nem elkerülhetetlen, de az infláció elfogadhatatlanul magas. Tehát akkor ugye, hát igen, mert emelni kell a kamatlábat, hogy az inflációt leszorítsák, de ha emelik a kamatlábat, az meg válságot csinál. Nem tudnak már mit csinálni, már tönkretették az elmúlt évtizedekben, ezek már itt a végjáték órái. Jó, nézzük tovább. Nyugdíj alapok, azok nagy ütést kaptak, nagyon elverték őket itt 2022-ben. Hát ugye már hozzák most a válságot, akkor beszakad minden, ezt már mondtam most időlő elején is. Jobbra-balra a nyugdíjasoknak, meg a legrosszabb nekik is a nyugdíjuk, meg minden, hogyha hogy magánnyugdíjpénztárra betették, a magánnyugdíjpénztárnak betette a tőzsdére a pénzt, a tőzsdét meg most beszakították egész évbe. Úgyhogy nyugdíjak elég rottyon vannak, nagyon szarul nézhetnek most ki. Tovább azt mondja, hogy a növekvő élelmiszer árak egyre veszélyesebbek és egyre rizikósabb. Indonéziában az olyan fejlődésben lévő nemzetek, mint Indonézia, egyre nagyobb rizikóban vannak. És akkor tovább Ázsia, koreai piacok 200%-ot csökkent, mert hogy Kína változatlanul hagyta a kamatlábat. Tovább, pedig arra nem kellett volna csökkenni, mindegy, azt mondja, hogy a Bitcoin, jaj, várjunk már, ha már itt tartunk, akkor ugye már jó, azt majd a piaci áttekintésnél is mondom, de hogy egy szabad nap van a tőzsdén, nem néztem, hogy szabad nap van a tőzsdén, majd csak holnap délután 3:30 indul. Úgyhogy sajna ez van, de egyébként zöldellő rétek vannak mindenfelé. A futures indexek, itt a három legnagyobb index, Dow Jones, S&P, Nasdaq, az mindegyik, most per kb. 1% pluszban van mindenki. Mondtam, hogy pénteken duplán volt brutál felvásárlás S&P-ből, valószínűleg a többiből is, csak ott nem mutatják a volumot. Na és akkor átértünk a... Ja, már az előbb is, akkor lehet, hogy az előzőt is hozzáteszem tök mindegy kriptotérbe. Bitcoin ugye már visszapattant, 20 000 fölött vagyunk megint. És akkor tovább itt a negatív hírek, a rasszizmus, az beárnyékolhatja a metaverzumokat, úgy látszik, hogy oda járnak, nem tudom, az árják szidni az más bőrszínűeket, meg ilyesmi, akárhogy is fogalmazom, nem tudom, ember, mindenben van hülye, fehérben is van életképtelen, meg szerencsétlen, jó, úgyhogy haladjunk is tovább, vannak ilyenek.
És akkor, amit a stékelt Ethereumról tudni kell, jaj, hozzák ők is, most elkattintottam, pedig ebbe ki volt jelölve nekem itt a lényeg. Stékelt Ethereum, mondják ők is, rájöttek már itt a CNBC-n, hogy van stékelt Ethereum, meg Lido, meg ez az, de kétféle, mert egyszer alapul a stékelt Ethereum, amikor a Beacon Chain-be az Ethereumnak a 2.0-jába beteszik, és akkor azt ki se vehetik, ott senki az addig le van fagyasztva, amíg ki nem jön az Ethereum 2.0-ja, amit 2 éve halogatnak. És akkor, de emellett itt a Lido, ami meg végtelen mennyiségbe ad ki stékelt Ethereumot, hogyha arról van szó, ugyebár Ethereum másolatot, és az azért nem túl százas történet, főleg, hogy így nem bírja megtartani, mert azt mondják, hogy az ugyanannyit ér, mint egy Ethereum, csak nem ér ugyanannyit, mert már vagy 7%-kal kevesebbet ér, 0,93 vagy hol körül van a stékelt Ethereumnak az ára. És akkor a Celsiusnak is volt több mint 400 millió dollár értékben stékelt Ethereuma, és akkor ezt is ugyebár elkezdte itt eladni, ahogy itt szakadtak lefelé az árak. Megvan egyébként, hogy kiszakította le az árakat a piaci ja nem is, a hírekbe. Ja, itt vagyok, a hírekbe hozom, OTC volt a bűnös, mindjárt elérünk addig. Azt mondja, hogy a másik, igen, körben lehet még venni, de hát jó, egy-egyet kéne, hogy tartsa, hogy annyi legyen egy székelt Ethereum, mint egy rendes Ethereum, de hát már itt nem is tudom, írják, hát 0,93 környékén vagy hol járhat. És akkor a Three Arrows Capital, nekik is volt egy csomó stékelt Ethereumuk. Úgy ennyi, tehát ezzel nagyon vigyázni kell az a stékelt Ethereummal, nem véletlenül tettem be a lista aljára. Hogy írtam már ki a fenébe, mindjárt megnézem. Hogy még nem, hogy rizikós is, de mindjárt megvan. Azt mondja, hogy egyenesen rizikósak, ilyen nem ajánlottak, egyenesen rizikósak. Na hát az UST-t is behoztam még itt tegnap, vagy az se, az még a Binance US-en lehetett kapni, de úgy látszik már onnan is törölték. Na mindegy, ezek rizikósak, ugye itt van a stékelt Ethereum is, meg a Hexet is behoztam. Még behoztam volna még a PLC Ultimát is, de hát az meg annyira akkor a piramis játék, hogy még a TradingView-ra még fel se akarták tenni. Jó, azt mondja, hogy haladjunk tovább. Celsius, még több időt kérnek, hogy még többet, hogy helyre rakják a hibákat, amiket csináltak, meg ez az, hát arra várnak, hát ha megnő, de azt hittem, hogy én, hogy itt már kiirtották, hogy levitték 17 félre az árat, de akkor úgy néz ki, hogy sajnos még mindig nem írtották ki a Celsiust. Jó, haladjunk tovább. Azt mondja, hogy mi ez a hír, mindjárt teteje kéne. Aha, jaj, és akkor igen, ez Béla is hozta már, a Solanának a Solend, Solanának a hitelezős applikációja. Itt van egy irgalmatlan bálna, akinek 95%-a az összes lekötött Solanának, ami itt van a Solenden, az nála van. És akkor ezért, amikor lekötött a 100 millió értékű USDC-t meg Ethereumot vett fel, és hogyha most 22,3 dollár alá esne, akkor megszűnne a fedezet, és akkor likvidálnák ezt a nagy bálnát. De hát jó, most 30 dollár, 35 dollár körül van a Solana. Úgyhogy ezt akarták, hogy kidobják meg ilyesmi, de majd Bélánál jövök a részletekkel, mert ott nagyon szép az ábránál, hogy mutatja, hogy bár 95%-a nála van a szavazati jogoknak, mert ez egy befektetés alapú rendszer. Ha ő tette be a 95%-ot, akkor hogyha lehet mellette 100 millió ember, aki azt mondja, hogy húzd már innen, meg ne rizikóztasd az egészet, és akkor szavaz a 100 millió ember, de annak akkor is csak 5%-ot ér a szavazata, mert ez nem az, hogy minden embernek, egy embernek egy szavazata van, hanem ki mennyi pénzt tett bele, úgyhogy ez megint rizikó a befektetés alapúaknál. Ha neki 95% szavazata van, akkor bármilyen szavazást kiírhatnak, úgyis ő mond meg mindent az egészen, ő irányítja, mert ő tette bele a legtöbb pénzt. Sajnos. Jó, nézzük tovább. CNBC-n videók jöttek aki tegnap óta, nem, és akkor haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy hol vannak? Itt vannak a hírek. Pok, pok, pok. Jaj, egyszer még visszatérve, hogy az áramárat leveszem, ez 0,12-n volt. Ha 0,12 dollár per kilovattos, az egy olyan 40-50 forintos kilovattóra ár. És így megnézzük, akkor már a... Ja, most feljött az ár. Hát most már igen, most már egy negyed dollár profitot hoz a 110 terahesses S19 Pro is. Tegnap még ugyebár fél dollár mínuszba volt. Na de ha itt megnézzük, akkor ha a 100 terahesses S19J Pro, az, ami pont határon van, alatta már úgy mínuszba vannak. 0,12-es ára már, 40-50 forintnál. De hogyha mondjuk nyomok neki, mondjuk legyen mondjuk egy 10 forintot, egy 0,03-as dollárba kilovatt óra árat,
Akkor már, jaj, hol volt ez? S19-es, S19-es, 84, hol a 100 teres, S19 Pro 100 teres, akkor már 6 dollárt hoz az is, ami az előbb épp, hogy nullán volt, ugyebár. Ez a nem mindegy, hogy mennyire megy ingyen energiából, vagy mennyire nem. Az előzőnél még eddig kb. Senki, eddig mindenki mínuszba volt, ha meg csak 40 forintos kilovattóra ár helyett 10 forintosan tudják venni, akkor már rögtön 6 dollár profitban van az is, aki az előbb még mínuszba volt. Jó, haladjunk tovább, mai nap fő híre az ez lesz. Titiritiri, igen. És akkor röviden, tömören, mindjárt megtalál, ha mióta át kell cserélni, hogy ne egy annyira háttérbe. Itt is vagyunk, Bukele, azt mondja Nayib Bukele, ugyebár El Salvadornak a miniszterelnöke, hogy a medvepiac után hatalmas lesz az árnövekedés. Hát ez így is van. Ja, és akkor, hát ebben ennyi volt, igen, ez volt az egésznek a lényege, hogy ki kell várni itt, amíg ezért szaggatják az egészet, utána meg olyan mértékben sokkal hatványozottan komolyabban fog megindulni, mint az egész hagyományos tőzsde. Jó, és akkor a másik, mert itt van a csalafintasága, turpissága, titok a zsiványsága, hát térbe csak kiderült. 30 ezerről 20 ezerre azért szakadtunk le, mert az OTC a bűnös, de legalább úgy tűnik, hogy ennyi volt, hogy most amit akartak, azt eladogatták. Úgyhogy vissza, nézzük is, ja, ezt meg így, hogy ne egye a gépet a háttérbe. Tehát kezdjük az elejénél, OTC, majd jövök ide vissza, csak először mi is az OTC. OTC az ugyebár szó szerint azt jelenti, hogy over the counter, a counter a pult, az over meg vagy fölött, hogy pult fölötti kereskedés. Hát ezt én pult alatti kereskedésnek hívom, meg kisembernek, mivel bemegyünk a boltba, az a pult alatti, amit úgy sunyiba, hogy amiről másnak nem kell tudnia, az a pult alatti kereskedés, meg nincs leszámlázva, meg ez az. Na és akkor itt a Nasdaq, itt a nagy tőzsdénk, itt vannak listázva, itt van mondjuk a Bitcoin a Nasdaqon. Annak látjuk mi, az, nem a Nasdaqon, mert jó, a Coinbase-en, meg a Binance-en, meg ez az nekünk kriptotőzsdénken. Azoknak látjuk mi az árát, de itt csak a 10%-a van a világ összes Bitcoinjának, csak a 10%-a van a tőzsdén. És mellette még vagy 10%-kal Satsper kb. Ahogy számoltam, az itt a pult alatti kereskedése bemegy, amikor nem is akarják megmozgatni az árát a tőzsdén, a Bitcoinnak a nagy befektetők, azok itt vásárolják pult alól. És hogy miért vásárolják innen? Mert hogy egyszerűen még tegyük azt is hozzá, hogy tőzsde vs. OTC az olyan, mint egy szaküzlet versus egy praktiker vagy egy pláza, és ráadásul még titkos is. Tehát a tőzsdén, ahogy Coinbase-en, Binance-en, kriptotőzsdén látjuk a Bitcoinnak az árát, az egy olyan szaküzlet, mintha csak egy alappéldának, de mindegy, abba bele sem megyek, hogy mennyibe, hogy a praktikerbe, mikor vezeték behúzót vettem, csináltam, itt húztam be itt a lakásba az áramot, akkor a praktikerbe leugrottam, gyorsan vezettem, 3000 forintért egy műanyag vezeték behúzót, bele is szakadt a falba, utána meg lementem a szaküzletbe, a villamossági szaküzletbe ugyebár, és nem 3000-ért, hanem 1000 forintért vettem fémet, ami meg még bele se szakadt, azóta is megvan. Úgyhogy ez, hogy már a praktikerek meg ilyenekből összegyűjtik a sok terméket, ott három kötője ötszörös áron adnak mindent, hogy mindent megtalálsz egybe, de ha te tudod, vagy nagy mennyiségben, vagy sokat használnád, vagy ilyesmi, vagy nem akar sok pénzt kiadni, akkor elmész a kisboltba. Aki nem olyan lusta, elmegy a kisboltba, azt megveszi sokkal olcsóbban. Na, és akkor ezért tőzsdén ez van, és ja, az OTC az még titkos is, hogy mert nem látszik a Binance-nek, Coinbase-nek, a kriptotőzsdének az ármozgását, az nem befolyásolja, hogyha OTC-n megy a kereskedés. És akkor most mondták is, hogy az év legnagyobb sőt, tavaly május, amikor a legnagyobb virágzott minden májusban, akkor a kereskedések voltak, úgy szállt fel minden ennek az ára, mint minden felszállt mindegy a csillagoségbe. És ahhoz képest is még azt is ütötték azok a kereskedelmi mennyiségek, amik most voltak múlt héten. Tehát múlt héten az OTC háttérben a nagy cégek azok fogták, és akkor ráomlasztották az OTC, akkor adják nekik a bitcoinjukat, mert itt mert nekik nem kell, vagy valami, vagy le akarták tolni az árat. És az OTC az szerintem úgy működhet, hát nincs több száz millió dollárom, hogy itt OTC és ezért kereskedésekben benne lennék, vagy egyeztetnék ilyen cégekkel. De egy nagyon jó pont arról, már azon is csodálkoztam, vagy fél éve lehetett, vagy valahogy, hogy Michael Saylor vett, vagy 46 ezer dolláron volt a bitcoin, és vett 52 ezer dollárért. Írták, hogy vettünk nem tudom megint 1000 bitcoint, vagy akár, hogy mondtam valamit, vettek valamennyit, és hogy mondta, hogy 54 ezeres átlagáron. Azt visszanéztem a trádiagramba, hogy mondom, egy hete nem volt 48 fölött se az ára a bitcoinnak, hogy a jó Istenbe vettek ők 54-ért. És akkor ugye már ez itt a zsívánság, az OTC az azt csinálja szerintem, hogy van mondjuk egy 50 ezres áron a bitcoin, és akkor jön a nagybefektető, hogy jó, én 100 millióért akarok bitcoint venni.
És akkor azt mondja neki az OTC, hogy hát apám, ha ezt te felviszed a kriptotőzsdékre, és még a felét se vetted meg a 100 millióból, de már 55 ezeren lesz az ár. Úgyhogy nem fogsz tudni, hogy úgy fel fog menni az ára, hogy a tetejét már 60 ezeren fogod megvenni. És akkor én rendes vagyok, nekem én eladok neked 54-ért, a 100 millió dollár értékben 54-ért, mert nekem úgyis én ülök itt a rengeteg bitcoinon, eladok neked 54-ért, és akkor te milyen jól jársz, hogy ez 8%-kal drágábban adom el neked a bitcoin, de te ezzel nagyon jól jársz, mert ha nem én adnám el neked, akkor lehet, hogy 10%-kal többért vennéd meg. Másik irányban meg ugyanez lefelé, hogyha valaki meg megy és akkor el akarja adni, hogy jaj apám, hát ha te ennyi 100 milliót el akarsz adni az 50 ezeres áron, hát akkor a felét se adod el, már 45 ezeren lesz az ár, úgyhogy nem fogod tudni eladni olyan drágán, amennyire akarod, úgyhogy ma én akkor mondjuk 48 ezerért megveszem tőled a bitcoinodat, mikor most 50 ezeres áron vagyunk, ott meg mondjuk 2%-ot hoznak maguknak rajta, vagy 4%-ot, az 4%. Szerintem így működhet az OTC, úgyhogy irgalmatlan zsiványság van ott. Nem is értem, hogy Michael Saylor mi a jó isten érne, hát akkor menne felfelé a bitcoinnak az áll, akkor nyugodhatna meg, akkor nem menne le 20 ezerre, ha rendesen a tőzsdén venné, nem a OTC-be venné pult alól. Jaj. Jó, és akkor... És ugye már ezzel kapcsolatban csináltam ezt a videót, a 657-est. Itt meg is lehet nézni, hogy a 21 millió bitcoin eloszlási készszer 22-ben. Itt van az OTC, itt vannak a tőzsdék, amiknek látjuk az árát, összvissza 10%-ának látjuk az összes bitcoinnek az árhozgását. Az OTC-n ott megint lehet, hogy olyan sok per kb. 10%. És akkor most fogták az OTC-re, a háttérbe eladogatták, ők meg amikor rengeteg nagy cég beadta nekik a rengeteg bitcoint, akkor azt mondták, hogy ennyi bitcoinjuk van, hát akkor borítsuk be kicsit, vagy vigyük le, vagy 10 ezerrel a bitcoinnak is az árát. Úgyhogy amiatt szakították be itt 30 ezerről 20 ezerre nagy valószínűséggel, hogy most akkor meg 20 ezernél, most megint majd most visszaveszegetik, azt akkor ők tök jól el vannak. Annyi, hogy azóta még ami változott, hogy bányászokról láttam Bélánál volt, talán, hogy a bányászok is adogatnak el, nem sokat, de azért már ők is kezdenek eladogatni. Eddig úgy volt, az volt a fáma egy pár hónap ezelőtt, hogy a bányászok semmit nem adnak el bitcoinból, de valamennyit most ők is elkezdtek, hogy ez is azóta változott, a diagramot fel lehetne idehozni a nép meg az intézmények mellé a bányászokat is. Jó, na és akkor vissza az eredeti cikkre, ezek csak a bevezetők, hogy mi a lényeg az OTC-nek, és akkor mondják a Cumberland-től, a Cumberland az egy kripto OTC kereskedő cég, igen, itt a pult alatt nyomják a kereskedéseket, masszív mozgások voltak a kripto piacon, a legnagyobb kereskedelmi mennyiségek, legnagyobb mennyiségű mozgások voltak, hát nagyrészt eladás, kettő egy arányban azt mondják, a múlt héten végig, úgyhogy emiatt szakadt lefelé az egész piac. És igen, a pult alatti, hát én pult alattinak fogom mondani, a pult alatti kereskedések azok a csilliárdosok kriptokereskedők számára vannak fenntartva, akik anélkül tudnak kereskedni kriptóval, hogy bármilyen hatással lenne a rendes tőzsdei ár, ugye meg sem mozdítja a tőzsdén, mert háttérben telefonon lebeszélik egymással, itt-ott elcserélgetik pénztárcák közt, megkerülik az egész Nasdaqot, vagy nem a Nasdaqot, hát az egy Coinbase Binance, teljesen a háttérben intéznek mindent. Igen, és akkor nagyvásárlókat szolgálják ki, igen, amit a kisebb tőzsdék nem tudnak, nincs annyi tőke náluk, hogy több százmilliós vásárlásokat intézzenek. És több ilyen OTC pult alatti kereskedő cég is van, a Krakennek is van OTC-je, Falconix-nek, Cumberland-nek, Athena-nak, CryptoDesk, B2C2, Bankhouse Shake, Bitpanda Plus, CoinCola, ezek mind OTC-k, pult alatti kereskedő cégek. És a leonyegség leggyakoribb kérdés, ami ehhez hasonló heteken kérdeznek tőlünk, az, hogy mekkora volt a pénzmozgás. És akkor mondják, és ekkora nagy mozgásoknál, igen, a kereskedelmi mennyiség OTC-be pult alatt zajlik, és tegnap se volt kivétel, ez volt a legnagyobb mennyiség, ami mozgott eddig az egész évben. Tényképpen 30%-kal több kereskedés volt pult alatt, mint a tavalyi év május 13-ai plafonon, akkor volt a legnagyobb kereskedés, de most még azon túl is tett 30%-kal, ráadásul a rossz irányba. És a kereskedők az OTC piacokat gyors piaci mozgások közben használják, mert sokkal egyszerűbb nagy tételeket mozgatni itt.
és nagyon bitcoin központú volt, a 75% a bitcoin volt, itt a pénzmozgásoknak, hát ugye a eladásnak is mondhatjuk, mert mondják, hogy végén, hogy 2-1 arányban 2 volt az eladás ez egy vásárláshoz képest, és az Ethereum volt ugye bár a második, úgyhogy ezért szakadt akkor át a bitcoinnek is az ára, hogy 30-ról lejött 20 az ára, meg az Ethereumnak is lejött 1000 alá, 880-ra lejött az Ethereum. Most meg már úgy látszik, leveszik vissza, mert már a bitcoin is visszajött 20-ra, az Ethereum meg 1000 fölé. És igen, és itt a kripto vérfürdő közepette rengeteg tőkeltétest írtottak ki az utóbbi két hét folyamán. Ugyebár itt van a Celsius is, ami kriptohitelező cég, ők is tőkeltéteztek, ők is szívnak. Itt van a Three Arrows Capitalünk is, amik szintén pénzügyi nehézségekkel küzdködnek, mert tőkeltéteztek, szerencsejátékoztak. És a tőke arány, azt az előbb mondtam, igen, kettő az egybe, kettő volt az eladás, egy a vétel. És a Cumberland hát az nagyon büszke arra, hogy a legsúlyosabb piaci időszakokban is segíthet itt a nagy befektetőknek hult alatt kereskedni, hát gratulálok nekik. Jó, tovább azt mondja, hogy a Sberbank az első digitális tranzakcióját el fogja indítani, még csak fogja, majd itt egy hónapon belül, mondta egy felső vezető. Igen, és jóvá hagyták a digitális vagyontárgyakat, és az van még itt benne, hogy igen, nekik már vannak ugyebár Oroszországban kriptotörvények, a kriptókat úgy írják le, mint más digitális vagyontárgyak, de jön egy plusz törvény is majd, és mondják, hogy jelenleg figyelik a fejlődését az új technológiáknak itt a kriptotérbe, és tanulmányozzák, hogy hogyan fejlődnek igen a blokklánc technológiák. És jelenleg több projekt is van, amit ez a projekt is használja a kriptókat, természetesen a Sberbanknál is. Igen, a teszteken már túl is mentek az első teszteken itt a kriptókkal a Sberbanknál, és más cégek is kiadhatják a saját kriptóikat itt a Sberbanknál, hogy bevonzzák a befektetőket. Egyelőre a jelenlegi törvény, ami a kriptopénzügyi vagyontárgyakkal kapcsolatban kávé magyarra fordítva, hogy szárazon ez a címe az oroszoknál törvénynek, az 2021. januárjában fogadták el, és itt a kormányzással kapcsolatban bevezettek olyan szabályokat már, hogy hogy lehet kiadni kriptókat, mennyit lehet kiadni, azt már szabályozták, az adománygyűjtéseket tokeneken keresztül, vagy nem is csak adománygyűjtés, hanem a befektetéseket, meg támogatását egyes cégeknek, azt is szabályozták törvényileg. Viszont még a bányászatot, meg a kereskedelmet, azt még mindig nem szabályozták, és erre jön majd az új törvény az oroszoknál. Oké, tovább az orosz pénzügyminiszter azt mondja, hogy nem lehet bitcoinért venni olajat. Még egyelőre. Mert mondja is, hogy a kriptókat azt vagyontárgyként használják, úgy van besorolva olyan kategóriában, nem fizetőeszközként, nem hivatalos fizetőeszközként vannak számon tartva, hanem vagyontárgyként. És ez azt jelenti, hogy a kriptókkal lehet barterelni, ilyen cserekereskedelemre használni. Igen, de bármilyen termékeért és szolgáltatásért el lehet cserélni a bitcoint meg a kriptókat. És akkor mondják, hogy ők ezzel csak egy alternatívát akartak létrehozni, nem azt mondják, hogy mindenért is kriptóval lehet fizetni Oroszországba, ez nem arról szól, hogy az állami nagy beruházások meg az óriás pénzek azok itt mozogjanak, hanem ezek ilyen privát üzletek számára, meg ilyen kisbefektetők számára, vagy ilyen apró dolgokat azt már lehet kriptóért adni venni. És akkor a Minfin képviselője rávilágított, hogy igen, az olajat az nehéz is lenne eladni, mert hogy nehéz lenne bitcoinért eladni, mert hogy akkora a kereskedelmi mennyiség, ugyebár akkora az olajexport Oroszországból, hát hogy az egész piaci érték, bitcoin piaci értékének a lehető többszörösét ér, nem tudom konkrétan mennyi, de hogy ahhoz még kicsi a bitcoin egyelőre, hogy az egész orosz olajkereskedelem az itt zajlódjon.
És relatív igen, csak kiszerződéseknél lehet kriptókat használni, és csak barátságos országokkal, akik elfogadják majd a kriptókat. Itt akkor velük már kereskedhetnek majd az oroszok itt vagyontárgyként. És akkor az Egyesült Államok meg a Szövetségesség próbálták megállítani, hát hogy tudnák, sehol nem tudják megállítani a kriptókat. Próbálták megállítani az oroszokat, hogy a kriptókat használják arra, hogy megkerüljék a szankciókat, amiért megtámadták, megkerüljék azokat a szankciókat, amelyekre azért kaptak, mert megtámadták Ukrajnát. De hát az élet utat tör, úgyhogy jönnek így is úgyis a kriptorendszerükkel az oroszok. Tovább Kevin O'Leary azt mondja, hogy nem fog eladni semmennyi kriptót, annak ellenére se, hogy korrekció van, hogy szakad a piac, és mondja, hogy csak kell, hogy legyen hozzá egy gyomra az embernek. Hát ennyi, aki ezt nem bírja, hogy egy fél év után fele annyit ér a pénze papírpénzbe, vagy a vagyon a papírpénze, mint amennyit betett, annak nem szabad itt lenni, mert az meg fog ijedni, az el fogja adni, az nem gondolkozik hosszú távon. És ő is mondja, hogy nem adok el semmit, hosszú távra tervezek, csak gyomra kell, hogy legyen hozzá az embernek. Meg kell értenie mindenkinek, hogy itt volatilitás van, itt nagyon-nagyon mozognak az árak, és néhány projekt nem fog működni, tehát az lesznek olyan projektek is, akik csődbe mennek, látjuk itt a Terralunát, és jelenleg 32 féle kriptó van pozíciója a Kevin O'Leary-nek, na, nekem meg 50-ben, vagy még 50 pluszba, 53-ban, mert van még egy Velasis, egy Kadena, meg egy Bitcoin, ami nincs benne a Sasaki 50-ben. És akkor ő azt mondja, hogy az ezelőtti kripto összeomlások, mint amikor a Luna is beszakadt, meg az UST, azok értékes leckék a befektetők számára. Hát így is van, az biztos, fájdalmas, de értékes. Mert ez mindenkit megtanított arra, hogy na nem így kell stabil kriptót létrehozni. This isn't the way. Nem úgy, mint a Mandalóriai mondta mindig, hogy this is the way. Ez meg this isn't the way, ahogy stabil kriptót kell létrehozni, mint ilyen, ahogy a Terralunáig csinálták. És mondja is, hogy ez egy fontos tanulság a piac érettségével kapcsolatban, hogy hogy érik a piac, és akkor mindig lesznek majd olyanok, akik csődbe mennek, meg rossz, meg ha meg lehet támadni, meg tönkre lehet tenni, akkor úgyis tönkre teszik, de közben a végén, aki megmarad, azok lesznek a legkomolyabb cégek. És akkor ő azt mondja, hogy több trillió dollárok fognak befolyni a kriptotérbe, ugyebár most per piac kriptovaluták összpiaci értéke nincs 1 trillió dolláron, sem csak 900 billió környékén, de hogy több trillió dollár fog befolyni a kriptotérbe, amikor végre már rendes törvények lesznek. És már nagyon egyre közelebb vagyunk. Nagyon-nagyon próbálják elodázni, meg egyre később, meg hogy majd, meg nem sietjük el, meg tettetre, de évvége felé azért már évvége felé minden országba kéne, hogy legalábbis a nagyobb országban, USA-ban, meg ilyesmi, hogy már úgy tényleg legyenek kriptotörvények, és akkor utána meg jövőre indulhat meg brutálba a piac. Én azt mondja, hogy na jó, hát közben még lesz egy telünk is, energiaválságos telünk, azért azzal még számolni kell. Na de amelyet meg épp azért kell, hogy most megnőjön a piac, még itt október előtt, mert ha meg még mindig lefelé menne, most lefelé menne októberig is a piac, és akkor arra jönne az energiaválságos történet Putyin miatt, akkor meg az sehova, a nyugdíjasok felgyújtanának mindent, meg megölnék az összes politikust. Ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy előtte szerintem meg kell dobni mindenki felfelé a piacot, hogy a téli banzáj, amikor nagyon nagy káosz lesz, akkor lehessen onnan leesni, mert a békeség alól még lentebb leesni, hát akkor tényleg tönkre megy minden az egész világ. És akkor igen, és még a végére úgy hiszi, hogy a 10 éven belül az USA gazdaságában a kriptók fogják kitenni, azok fogják alkotni a 12. szektort, külön szektort az USA gazdaságában. Jó, tovább kriptotőzsde a CoinMEA, és kapott már idiglenes engedélyt az Egyesült Arab Emirátusokba, hogy ők is itt működhessenek, Bahreinben van a központjuk, és ja, azt fölötte is írták, hogy Digital Asset Exchange, azt nem tudom, melyek jelentem ki még egyszer, jó. Tovább, miközben pedig dolgoznak azon, hogy a teljes jóváhagyást is megkapják, hogy ne csak idiglenes engedélyük legyen, hanem végleges is. És mielőtt még megkapták ezt az idiglenes engedélyt, a CoinMEA-nak már volt két engedélye is, ugyebár így megyünk már világ szinten jobbra-balra, ezek már terjednek egyre jobban, meg engedélyezik őket a világ legtöbb országában a nagy kriptotőzsdéket. Már volt engedélye a Bahreini Központi Banktól, meg az Európai Uniótól is. És akkor ugyebár
A virtuális valuta, a kripto ökoszisztéma az nagyon-nagyon növekedőben van Dubájban. Az arabok azok nagyon bekriptósodtak. Ez nagyon jó hír. És akkor tovább, jaj, a Binance-nél meg állt, ez egy bagatel. Egy bagatel hiba a Binance-től. Sajnos ekkora cégnek ilyen bagatel hibákat nem szabad vétenie. Úgy konkrétan nem írják, de hát majd mindjárt mondom, mi a lényege. Befagyasztották a brazil reálba, a brazil papír pénzbe, nem lehet most se betenni, se kivenni semmit, mert van egy köztes cég, aki intézi a brazil papír pénzeknek a mozgását, meg a kereskedését a Binance-re, és a Binance egy új törvényeket hoztak ki, az a lényeg, hogy a brazil központi bank kiadott új törvényeket, ilyen adatbiztonsági szempontból, hogy mit kell befotózni, meg benyújtani, meg tetteretre, minden ügyfélnek, aki a Binance néven, és a Binance meg elfelejtette, vagy nem figyeltek rá, de ahogy nézem én, a cég, akivel együtt dolgoztak eddig, az nem szólt nekik, hogy ezt a törvényt, ezt azért le kéne fedni, mert akkor utána nem fognak tudni, semmi mással nincsen gond, csak a brazil pénz, csak a brazil papír pénz, az az egy, ami nem mozoghat most be a Binance-re, amíg ezt rendben nem rakják, mert úgy látszik elfelejtettek szólni nekik, hogy új törvényért. És akkor így nem is lehet sebetlenül segíteni brazilre, és igen, a másodlagos fizetési biztosító cégük, akivel kapcsolatban áll a Binance, hogy a brazil papírpénzt azt ő intézi ott a nekik, és akkor a Binance elkövetkező hetekben nagyon szépen át fog állni, minden megfelelő szükséges lépést meg fog tenni, és akkor még jogi útra is tereli ez a Capital cég volt az, aki hát én nekem úgy tűnik, hogy ők nem szóltak a Binance-nek, hogy ezt meg kéne csinálni, mert új törvény jött. És hogy garantálják, hogy egyetlen Binance felhasználó se fog negatívan érinteni ez az egész. Továbbá, mondják a Binance-től, hogy extrém fontos piac számukra is Brazília, és tovább szeretnének itt terjeszkedni, hát Brazília, Dél-Amerika, akkora piac, főleg kriptotéren, hogy embertelen egyébként is. És akkor a Capital ezzel a céggel volt eddig leszerződve a Binance, ők mondják, hogy ők szolgáltatnak fizetési szolgáltatásokat a Binance-nek és más kriptotőzsdéknek is az országban. És ők frissítették a platformjukat, hogy az új törvényeknek megfeleljen, amit előírtak a központi bank által, és mondták a többi, akik velük kapcsolatban állnak tőzsdék, azoknak is, hogy ők is frissítsék a saját maguk oldalán ezt az egészet. És mondják is, hogy az olyan partnerek, mint a KuCoin, meg a Huobi, az már frissítette a rendszerét. Ami végülis oda vezet, hogy a Binance ilyen bagatell hibát vétett, hogy a Binance meg elfelejtette, vagy nem figyelt rá, vagy valamilyen nem frissítette a saját rendszerét, úgyhogy az még most egy pár hét, mire rendbe rakják. Úgyhogy így még nem felel meg a brazil központi bank által kiadott új törvényi szabályozásnak, úgyhogy most még nem mozoghat rajta brazilra. És akkor Binance-nek az új fizetési partnere hamarosan bejelentik, tehát csak ebből következtetek arra, hogy az előző az valamiért nem szólhatott nekik, vagy ilyenek, és akkor most akkor azért keresnek új partnert. És mondják, hogy egy helyi fizetésbiztosító cég lesz, aki már nagyon nagy tapasztalatokkal bír itt Brazíliában. És akkor közben a Binance mondja, hogy milyen alternatív módokon lehet kivenni, meg betenni a pénzeket, mert hát jó, hát akkor USA dollár, vagy bármi másban minden működik a Binance-en, csak emiatt most a brazilra áll nem egy pár hétig. És jaj, itt akkor hoznak minden ilyet, akkor már mindent hoznak, amikor ez egy kis probléma van, már régeket is előtúrják. És akkor ugyebár volt egy leállás a Binance-en 3 órára, akkor meg csak a Bitcoin kivétel. Minden működött az egész Binance-en, de Bitcoin nem lehetett kivenni, az is volt valami kisebb technikai probléma. 3 óráig utána az is működött. Úgyhogy hát vannak ilyen gyerekbetegségek, mindenhol vannak. Amelyik cég ezeket ki tudja, tudja orvosolni a hosszú távon, azok az életképesek, de még látjuk, még a legnagyobb cégeknél is vannak is gyerekbetegségek néha. Jó, haladjunk tovább. McKinsey azt mondja, hogy hát a metaverzumok majd 2030-ra majd 5 trillió dollárt fognak érni. Ezzel a 2030-al, hát az hol van, az még jó gyerek, ezeket nagyon fenntartással kezdem ezek a 2030-akat, hát még azt tudjuk jövőre, mi hol lesz. Úgyhogy az nagyon messze van. De amit mondanak, hogy igen, egyszerűen túl nagy a metaverzum ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyhassa az ember, hát ez így is van. Ez egy világszintű konzultációs cég, ez a McKinsey és cége. Azt mondják, hogy 2030-ra az eseményeket, az élő eseményeknek, vagy koncertek meg ilyesmi, annak már az 50%-át a metaverzumban fogják tartani. Az biztos, hogy a metaverzumban fogják tartani ilyeneket, de hogy 50%-at, azt a jó Isten nem tudja még ilyenkor. Továbbá mondják, hogy
A kereskedelemmel kapcsolatos tevékenységek is a metaverzumban fognak zajlani, a legtöbb tanulás, fejlődés és együttműködés is a metaverzumban fog történni. Több mint 80%, hát itt megint a fene tudja hány százalék, de valamit itt mondtak. És akkor arra számítanak, hogy egy átlagos internet felhasználó az 2030-ra már átlagosan napi 6 órát fog tölteni a metaverzumokban. Hát ezt megint nem tudjuk, de hogyha metaverzumokban fogunk már dolgozni, a home office metaverzumban lesz, akkor valószínű, hogy valami hasonló lehet majd a végére. Miközben mondják, azért ők is elismerik itt a végére, hogy ezek vadul váltakoznak, ezek a becslések, ez mind csak becslés, ezt ők is tudják komolyan. Ők sem mondják 100-ra, mondják az előrejelzésünk a legjobb becslés ahhoz képest, amivel elő tudtunk most állni. Adva azt az irgalmatlan magas szintű technikai törvényszabályozás és szociális bizonytalanságot, ami most az egész világon van. Jó, és akkor több nagyobb bank és befektetési intézmény is nyomul már a metaverzumba, JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank és a Fidelity is. És akkor McKinsey-től mások is adtak már becsléseket itt a metaverzumra, hát ez egy 2030-ra mi lesz az, hogy bár senki nem tudja még. A Citigroup, Citibank, ő azt mondta, hogy 13 trillió dolláros lehetőség a metaverzum, 5 billió felhasználóval 2030-ra. Goldman Sachs meg azt mondta, hogy 8 trillió, 13 trilliót mondtam az előbb, Citigroup 13 trilliónak mondja, a Goldman Sachs, vagy becsli, a Goldman Sachs meg 8 trillió dollárosra becsli. Jó, nézzük tovább. Na és akkor a Meta, a volt lánykörnyezetén Facebook, most már Meta, elindított egy digitális ruhaboltot. És akkor egy designer ruhák lesznek az avatároknak, a metaverzumos avatárjainak tudja majd az ember venni a digitális cuccokat. És a cég úgy hiszi, hogy a ruházkodás és más kiegészítők azok nagyon fontos részét fogják képezni a felhasználók személyazonosságának kifejezésében, és egyre több pénzt fognak digitális ruhákra költeni majd, amiket a metaverzumos applikációkban viselhetnek, beleértve a Facebookot és az Instagramot is. És akkor Meta Avatars Store, ez a neve a boltnak, és a Meta-nak a digitális fogadása, ők arra fogadnak, hogy a bárhogy metaverzum az nagyon be fog lendülni, és a Meta-nak a fogadása az egyszerű, a cég úgy hiszi, hogy a metaverzumok akkorát fognak nőni az elkövetkezendő években, hogy ezzel együtt a digitális tárgyak is ezzel együtt fognak nőni. És Mark Zuckerberg, vagy helytelenül magyarul bár Zuckerberg, a Metának az alapítója és vezérigazgatója azt mondja, hogy a digitális termékek egy nagyon fontos módját fogják képezni az önkifejezésnek a metaverzumban, és ezek fogják vezetni előre a kreatív gazdaságot, és azt mondja, hogy nagyon izgatott vagyok, hogy egyre több márkát hozhatunk majd ide, és a virtuális valóságot is megteremthetjük. Habár szakértők szerint a Metának az utazása azzal kapcsolatban, hogy becsalogassa itt az embereket a metaverzumba, az nem lesz egy könnyű dolog, mert Zuckerberg is felismerte már, hogy ez bizony azért sok pénzbe fáj itt a metaverzumoknak a kifejlesztése, és már májusban mondta, hogy jelentős veszteségekkel kell számolni, mert nagyon komoly pénzeket kell erre majd költeni az elkövetkező 3-5 évben. Jó. Nézzük tovább, a Teslától Elon Musk megerősítette, hogy veszi a Bitcoin már azt mondjuk nem írta, hogy veszi, de hát azt is támogatja, de hogy a Dogecoint támogatja, meg veszi is, mert hogy itt írta valaki, hogy írta ez Elon tegnap, hogy folytatom a Dogecoinnek a támogatását, valaki írt neki Altcoin Gordon, hogy akkor vegyél is belőle, és Elon megírta, hogy azt teszem. Jó, úgyhogy veszi a Dogecoint, azért is nőjött meg tegnap itt a Dogecoinnek az ára. Jó, tovább, az NFT-k azok fő 74%-ot csökkentek az eladások NFT-kbe az elmúlt egy hónapban, hát az egész piac be van szakadva a békösegge alá. Jó, itt mindenféle számokat, ezeket nézegetjük napi szinten. Ami érdekesség, hogy Bored Ape Yacht Clubnak a padló értéke az most már 70 Ethereumra leesett, 30 nap ezelőtt még 90 Ethereumra esett, és 30 nappal ezelőtt 95,5 Ethereum volt még a padló a legolcsóbb Bored Ape Yacht Clubos NFT. Habár ugyebár az sem mindegy, hogy a 30 nappal ezelőtti 95,5 Ethereum az 204.000 dollárt ért, most meg a 30 nappal későbbi 90 Ethereum az csak 97.000 dollárt ér.
És a kriptopunkoknak meg nőtt 40%-kal a padlóára az elmúlt 24 órában, 66,6 Ethereum. Jó, haladjunk tovább, George hírei, mi volt itt Bélánál? Egyszer mutatja, ugye már a félelemindex alatt meg lehet találni, hogy itt miből áll össze, hogy hozzák ki ezt a félelemindex számot, ami fölöttem is van, ami minél pirosabb, annál jobban kell venni, ugye már? Minél zöldebb, annál jobban eladni. És akkor volatilitás az ármozgást tesz ki 25%-ot benne, piaci momentum meg kereskedelmi mennyiség az 25%-ot, szociális média 15%-ot, kérdőívek az jelenleg fel van függesztve az 15%-ot tett ki eddig, dominancia az 10%-ot, meg a trendek 10%-ot, úgyhogy le van irkálgatva, hogy miből jön ki, ugyebár ez a félelemindex, amit ez itt mutat. Jó. És akkor javáljunk már erre, ezért ráfrissítek egyet, mert tegnap este, mikor néztem, akkor még nem voltak behúzgálva szekciók. Hát de most sincsenek szekciók, jaj, hát akkor így nyomkodjon végig, ne szívassatok már. Hol vannak Bélának az emberek, beállítják az egyes részeket neki külön. Na jó, akkor nézzük így. Mi volt? Jó, a kamatláb emelés 75%, meg majd júliusban is valószínű annyi lesz. Kevin O'Leary, valami ez mi volt? Kevin O'Leary azt mondja, hogy... hát igen, Kevin O'Leary is mondja, hogy, hogy miért jó a kriptók számára, hogy most kiírtják ezeket a szerencsejátékos cégeket, úgyhogy hát sajnos szakad az ár, meg minden, vagy jó, lejöttünk, de hát közben legalább a sallangtól megtisztítják az egész ökoszisztémát. És akkor Binance megvette az alját, 100 000 bitcoint vett a Binance, ho-ho-ho-ho-ho! Úgyhogy nagyon kemény, 19 000-en úgy bevásárolt a Binance, itt látni a Binance-nek a pénztárcáján, na, vagy még egy kicsit odébb, hogy 18-án 8 óra 28 perckor, hoppa, szerintem Béla idő szerint, mert nekünk megint másodat tök mindegy, magyar idő szerint azt töltsük be, aki akarja, itt izé meglátja magyar szerint, hogy mennyi, vagy mikor 100 000 bitcoint vett a Binance, kerekítve 2 billió dollárért, 19 000, hol van az ár? Ha hol az ár? Ja, ott az ár. 19.176 dolláros áron. 19K-nál bevásárolt a Binance, úgy mint az állat, ők is öttek még 100 000 bitcoint itt a nagy akcióba. Tovább, BlackRock, jaj, jó, hát ezt tegnap már lehoztam, ez volt a tegnapi főcím. Mi van ezután? Újra kell, ha az még mindig a BlackRockos, jaj, de rossz, itt nincs beleelve a külön rész. Itt van valami, hosszú távon, akik tartják a bitcoin, egy kicsit csökkent, egy minimálisat, ott a tetején egy kicsit kevesebben vannak, valamennyien eladtak, megijedtek itt 20 000-nél valószínű. Mondjuk, aki hosszú távon tartja, az már minek ijedezgetik ilyeneknél. Hú, de ezt jó paraszba fogalmaztam meg, de mindegy. Tovább, és akkor itt sajnos a bányászok is, hát nem egy minimálisat, nem az, hogy olyan nagyot, de egy kicsit már nem felfelé megy, már nem tartja az összes bányász, már valamennyit, egy kicsit már picikét eladtak a bányászok is, amennyi bitcoin van náluk, hogy így beszakadt az ár. És akkor itt mi van? Hoppáré, egy nap alatt, napok alatt 2 billió dollár értékű bitcoin jött ki a tőzsdékről, ugyebár még amivel számoltam, csináltam itt, hogy a bitcoin eloszlása most itt 2022-ben, hogy kb. Hogy van, kinél mennyi, még annál még sokkal jobban, még komolyabban ott, még amivel számoltam, annál még lehet, hogy kétszer annyira, annyival több bitcoint vesznek ki havonta a tőzsdékről, úgyhogy lehet, hogy nem is 4 évet, hanem már 2 év múlva el fog fogyni a tőzsdékről a bitcoin, akkor meg aztán ő egymás elő fogják elvásárolni. Az fogja felhajtani még kőkeményen az árakat. Na jó, nézzük tovább, mi volt még itt Bélánál. Ethereum 2.0-ba a betett tőkéknek az összege az tovább nőtt, most már 12.916 dehogyis 12.916.000 dollár értékben van Ethereum betéve a Beacon Chain-be 2.0-ásba, ami le van zárva, még ki nem jön a 2.0. És akkor jobb az Ethereum bányászok 15 billiót fektettek videókártyákba a kriptoőrület folyamán. Jó, ugyebár ez a Nvidia-nak is úgy megnőtt az ára, hogy brutális, hát úgy Ethereum bányászatra nagyon mennek a videókártyák. Jó, akkor itt Elon gondolom azt, hogy igen, hogy... Ja, hát itt a törvényi per, az hülyeség, azt már múltkor letárgyaltuk. És akkor itt írja, amit hoztak itt a hírekbe is, hogy bitcoin már Elon mondja, hogy veszem is a bitcoint, nem csak, vagy a dogecoint, már túl sok bitcoint beszélek. A dogecoint veszi Elon, jó, ezt lehoztam már hírba az előbb. Akkor mi van itt? Cardano, Mithril, frissítés, multiszíges pénztárcák jönnek, hogy a Cardano-nál is, hogy mondjuk meg lehessen adni, hogy ne csak az én aláírásom kelljen, hogy ki lehessen pénzt venni róla, hanem másnak is.
Hát ez esetleg majd én, amiben ebbe lehetőséget látok, ez rablásoknál, hogy az utcán nem tudják kifosztani az embert, mert akkor majd tudom is én anyámnak is megvadom, vagy valami, és akkor ha mind a ketten beírjuk a kódot, csak akkor lehet valamennyi pénzt kivenni róla, hogy több aláírás, és nem csak egy aláírás kell, hogy ki lehessen venni, vagy át lehessen utalni bármit is. Úgyhogy jön a Cardano is hozza a multisziges opciót, vagy funkciót. És akkor az Adán már több mint 1000 projekt épül a Cardanón is. Úgyhogy hát előbb-utóbb csak megnő ő is, de olyan komolyakat nem nőtt, mint a többi, akiket én fogok itt az elmúlt években. Aha, Solend, és akkor itt van, na de hol mutatja Béla? Na itt a gyönyörű kép, tessék! Hogy a Solend, ami volt a hírekben is, hogy amit itt be vannak téve tőkék, annak a 95%-a egy nagy bálnánál van. Tehát ezek a befektetés alapú, szavazhatunk, csak enyém a szavazatoknak, ez a nagy zöld, ez mind az enyém. Tehát tök mindegy, hogy 100 millióan szavaznak a kisértékű szavazataikkal, nincs benne annyi pénzük, mint nekem, úgyhogy én mondok mindent, az lesz, amit én mondok, mert én tudom a legtöbb pénzt. Befektetés alapúaknál ez a gáz. Jó, de jó, már remélem ez el fog ülni az egész, mert nem fog lemenni már 22-re a Solana. Ha csak a Bitcoin meg nem fordulni, aztán visszavonul, menne 10 000-re a fene. Gondolnál, de szerintem hát nagyon bízok benne, hogy már kijátszották magukat az OTC-sek, pult alatti kereskedők most itt ezzel a 17500-ig szakítással. Jó, a hírekben ma ennyi volt, mindjárt jövök a piaci áttekintéssel, addig is, sziasztok!